Üdvözlöm a kedves nézőket, sziasztok, Dudás Lajos vagyok, és a kocka el van vetve mai epizódjában, a Game Vizió voltából a kutnahórát fogom nektek bemutatni. Szoktunk beszélni hype felkapott játékokról, és számomra a magyar piacon, a magyar társasjátékos közösségben a tavalyi társasjátékok ünnepe óta az egyik legfelkapottabb játék volt a Kutna Hóra. Ugye ott a mini eszemben nagyon sokan állandóan ezt próbálták ki, azok az angol nyelvű példányok, amik ott voltak, jól fogytak, és azóta is visszatérő téma, biztos külföldön is, de itt most nagyon érzem, hogy Magyarországon belül is a mi közösségünkben is ez a játék. És mi is ez a játék? A Kutnahóra alapjában egy euró típusú játék, amiben a játékosok a különböző középkori céheket irányítják a Kutnahórában. Ugye Kutnahóra úgy került fel Európa térképére, annak idején a középkorban, hogy ezüstöt találtak a város alatti város körüli bányákban, és egy nagyon meghatározó, nagyon gazdag város lett. És a játékosok kutnahórát fejlesztik a játékban, bányákat, a bányát, az ezüstbányákat fejlesztik, építik, a várost építik, és a Szent Barbara székesegyházat építik, és különböző különböző ö, prestige projektekben vesznek részt, amiért pénz és győzelmi pont a jutalmuk. Alapjával éve a játék fix körös, fix akcióból választunk minden ö, körben, ezek az akciókártyák minden kör végén értelmesen visszajönnek a kezünkbe, és a játék végén, ugye ját vannak olyan dolgok, amik a játék közben is adnak győzelmi pontot, de alapjávő a bánya és a város, a két legfontosabb dolga, amint a megmaradt pénz, a játék végén ad nekünk győzelmi pontot, és aki a legtöbb pontot szerezte a játékban, az nyer. Szokás szerint mindjárt meg is nézzük, hogy mi van a kutna hóra dobozában, utána a teljeség igénye nélkül, és most három főre fogom felpakolni a játékot, mert két fővel egy kicsit más elmondom majd, hogy miben más két fővel, de három-négy fővel megint más, is, most inkább azt szeretném nektek bemutatni, hogy három-négy fővel hogy működik a játék. És az epizód végén szokás szerint megkapja tőlem a játék az értékelését, és elmondom róla a véleményemet is. Akkor legelőször nézzük is meg, hogy mi van a Kutna Hóra dobozában. Ha kinyitjuk a Kutna Hóra dobozát, akkor legelőször is ugye ebbe a változatban még az angol nyelvű szabálykönyvben találkozunk, egy kis leírás a játékról, alkatrészek képekkel, hogyan kell összerakni a nyersanyag ö, piac tároló jelölőket, hogyan kell összerakni a játékosok tábláit, egy felpakolás, képekkel, egy játékos felpakolás, cég felpakolás, két játékos mód, ezt talán itt meg is említem, mert mint ahogy mondtam nektek, három játékos pakol majd fel a játékot. Két játékosnál annyi a különbség, hogy nem öt körből áll a játék, hanem hatból, és vannak eseménykártyák, amik kicsit mozgatják a adózást, a piacot, egyebeket. Egy kis pozitív értelembe vett kultúrmisszió, egy leírás kutna hódáról. Az árak, tehát hogy hogyan, megy a, hogyan mennek az árváltozások. A játék, hogyan nyerjünk. És akkor az akciók, ugye, a rights action, tehát a építési engedélyvásárlás, a terület, építési területvásárlás, az építés akció, a bevétel akció, a Szent Barbara akció, és valahol kimaradt a bányászat akció, ugye ez a legelső bányászat akció. Ugye a Joker hírnév, a gazdasági változások, tehát a kereslet kínálat, a kör vége, miket kell csinálnunk a kör végén, a fix dolgokon kívül, tehát az adózáson kívül, meg a felkészülésen kívül, végső pontozás, megint egy kis kultúrmisszió, és ennyi. Kis játékos segéd a különböző szimbólumokkal, a különböző épületi akciókkal, és hát a nem kevés alkatrész. A bányalapok, az épületek, például itt ez a smelter, kohó, olvasztó. A különböző kártyák, tehát a játékosok akciókártyái, a cég sorsoló kártyák a játék elejéről, a bánya, hogy hogyan nézzen ki a játék elején, ezek az, ezek az eseménylapok ugye a kétjátékos módhoz, és az akciólapok, ugye minden játékosnak van 2-4-6 akciólapja, és minden akciólapon ugye két akció, mint egy bányászat és egy építési terület vásárlás, bányászat, joker, építés, bevétel, építési jog, bevétel, építési terület, építés és építési jog és a Szent Barbara akció. Játékosonként ugye a különböző jelölők, a kis házak, amivel elfedjük majd a, azokat a helyeket, ahonnan levesszük, ugye, ha építünk a városba épületeket, a presztízs jelölő, a bányászok és egyebek, ugye mind a négy színben, pénz, céglapkák a különböző céhekkel, még egy játékos jelölő a Szent Barbara egy házlapjai, ezeket is majd jobban látjátok a Patriciusok, Patríciusok, pelikányjelők, körjelő, adózás jelölő, a játékosok táblái, a két piac, ugye ez a lakosság és a építőanyag, élelmiszer és fogadósok céhe, tehát a sör ára, itt pedig ugye, elnézést, az érc, az ezüst és a permit, tehát a, végülis ez az írnokok céhe, tehát az okiratoknak az ára. A bányászatlap, a körjelölő ugye itt hat körrel, két főre, két-három főre, akkor négy főre fogok felfalkolni, és itt ugye négy főre, öt körrel. És ugyanígy összerakható módon egy az építő, tehát az épületpiac, a patriciusokkal, és a tábla ugye, ami szintén összerakható. Itt a lényeges különbséget meg is tudom nektek mutatni. A lényeges különbség, de amúgy a bánya van rajta, megmutatom két részben. Tehát a város lehet kicsi, ha ketten, hárman játszunk, vagy nagy, hogyha négyen. És a bánya is ugyanígy, ha megnézitek, azt mondja, itt van három négy fővel, és itt van két fővel. Úgyhogy ennyi alkatrész van a Kutna hórához, akkor mindjárt felpakolom a játékot négy főre, és a teljeség igénye nélkül elmagyarázom nektek, hogy kell eljátszani. Ahogy látjátok, fel is pakoltam a játékot négy főre. Igaz, hogy itt két játékos táblát láthattok, de az így szempontjából ez lényegtelen, amúgy itt van a többi tábla is. Igazán, ahol számít, hogy négy főre pakoltam fel, az az, hogy a város és bánya, valamint a kör jelölő táblának melyik oldalát használjuk. Ugyanis 2 három játékosnál 6 körből áll a játék, két játékosnál vannak eseménykártyák, hogy egy kicsit megmozgassa a piacot, négy játékosnál viszont 5 körből áll a játék. Ugye itt 3-4 játékosnál ezt az oldalt használjuk a táblának, nagyobb a város, nagyobb a bánya. Előkészületek. Felraktuk a sziklákat, ahova nem lehet építeni, tehát ez kicsit meghatározza a bánya képét, és a különböző cég épületeket. Ugyanis a setup részeként húztunk egy cég kártyát, ugye négyen játszunk, és a játékosok fordított a játékos rendben választhattak, hogy melyik három céget akarják a játékban képviselni, azokat elhelyezzük ide. A játékosok csak azokat az épületeket építhetik meg, csak azokat a cég épületeket, amelyik cégnek ők a tagjai. A középületek, amik ugye adnak patriciusok, amik ugye azt csinálják, hogy a játék közben kaphatunk győzelmi pontokat, a piros patriciusos épületek pedig a második kör után jönnek be. Itt vannak a bányalapok, amiből a bányát építjük, Pelikánok, patríciusok, a két piac. Ez ugye azt mutatja, hogy mennyi lakossága van Kutnahórának. Tehát ugye azt mutatja, hogy mennyi lakossága van, és ha nő a lakosság, akkor ezeket a kártyákat így hátra tesszük, és mint látjátok, változnak az árak. Tehát minél több lakos jön, nőnek az árak. Viszont bizonyos dolgok azt fogják csinálni, hogyha épp, termelő épületeket építünk, akkor csökkenhetnek az árak is, egészen odáig, hogy nem építhetünk addig ilyen típusú épületet, amíg nem jön több lakosság. Ez határozza meg az építőanyagok, az ételés, a sör árát, a másik pedig az érc, az ezüst és az engedélyek árát. Ez is ugyanúgy nőhet a lakosság, és akkor változhat az ár, vagy akár csökkenhet is az ár és megépítettük, itt van a Szent Barbara katedrális, vagyis nem építettük meg, ezt építhetjük a játék során, a Szent Barbara akcióval, vagy bizonyos cég, középületek is azt csinálják, hogy át kell fordítanunk egyet. És ennyi, mindenki megkapta a pénzét, felpakolta a tábláját. A felpakolt tábla úgy így néz ki, ugye nulláról indul a hírnevünk, a bányászaink, a házaink, amiket leveszünk, hogyha a megfelelő cég épületeket megépítjük, a nyersanyagok és a plot plotjelők, amivel ugye lefoglaljuk az építési területeket, megvesszük az építési területeket. A játék ebben az esetben négy játékosnál öt körből áll, és alapjában véve a játékosok akciókártyákat játszanak. Ki ezeken az akciókártyákon, ugye mutattam nektek mindegyiken két akció van, és úgy ment, hogy kijátszik valaki két kártyát, két akciót, másik játékos is két akciót, körbe megy, akkor megint két akció, két akció, két akció, és az utolsó, a harmadik körben egy-egy-egy akciót játszik ki mindenki. Ha végeztünk a kördel, adót kell fizetnünk, ha vannak már patriciusok bent a városi tanácsban, ők győzelmi pontokat adhatnak a játékosoknak, visszavesszük a kártyáinkat, és jöhet a következő kör. A körünkben ugye az akciókártyáinkat játszhatjuk ki, az akciók nem túl bonyolultak, és három akció elég szervesen összefügg. Ez a rights, tehát az építési jogok, az építési területvásárlás, és maga az építés. Ahhoz, hogy meg tudjunk egy épületet építeni a városban, ahhoz mind a három, három dolgoknak meg kell lenni. Meg kell vennünk az épületet. Például, ha ez a játékos tagja az építőanyag cégnek, akkor mondjuk azt mondja, hogy egy pénzért megveszi ezt a szénégető boksát. Ez még csak effektíve egy tervrajz. Ezt csinálja a rights a építési jogakció a plottal. Lefoglalhatunk egy területet. Ha nincs még épület a táblán, bárhova tehetjük a plot jelölőnket, és öt pénzbe fog kerülni a lehelyezés. Ha vannak lent már épületek, akkor a lent levő épület mellé kell tenni, és az épületeken van egy ilyen jelölő, hogy mennyibe kerül mellé költözni, és hogyha két épület mellé rakjuk a miénket, tehát mondjuk ide, akkor drágábbba fog kerülni. De ugye egyelőre még nincs lent, bárhova rakhatjuk, öt pénzbe kerül egy ilyen plotjelölőt lerakni. A plotjelölőkkel vigyázni kell, mert ha túl sokat lerakunk, akkor a kör végén mindenképp adózni fogunk, és ez összeadódik, tehát 8-at, ha mind a három lent van. És a harmadik akció maga az építés. Megnézzük, hogy mennyi nyersanyagba kerül építőanyagba az épület. Megnézzük az aktuális árát az építőanyagnak. Kettő, kettőször három, hat pénzbe kerül, hogy ezt lerakjuk. Mert ugye nincsenek nyersanyagok, tó, kis tokenek, vagy bármiféle jelölők, csak árakat fizetünk. Tehát ha ezt le akarjuk rakni, ugye levesszük ezt a foglalónt, mondjuk ez ide lenne jó, és befizetünk hat pénzt. Ami történik, hogy négyel, ez a lapka négyel megnöveli az építőanyag termelésünket, egyel Tolni kell lesz, tehát sajnos lement az áramács hogy sokat termeljük, és nem is lehet új épületet felhúzni, amíg nem nő a populáció. És ezek után ezt a lapkát megfordítjuk, és a megfelelő sorból, tehát ugye ez az építőanyag cég, levesszük az első házikót, és ráteszük, hogy ez a mi épületünk. Ez csak a cég épületeknél van úgy, hogy a miénk. A középületek mind, nem, nem a tulajdonunk, hiába építjük meg, nem a miénk és kapunk egy pelikán jelölőt. Tehát ez a három akció, kapásból három akciót elmagyaráztam nektek, rights, plot és building. A bánya akció az úgy működik, hogy attól függően, hogy mennyi a bánya technológiánk, Jelenleg egyes, de hogyha a bányászok céhének tagjai fejlesztenek, akkor kettes vagy hármas is lehet. Ez azt jelenti, hogy egy lapkát felhúzunk, és azt megépíthetjük. Az első két lapkát valamelyik bejáratra kell tenni, és két nyersanyagba fog kerülni letenni, tehát kétszer egy az kettő. Itt is ugyan, mint az épületeknél van szomszédosság, emellé viszont csak egy nyersanyagba kerül majd tenni. Ez növeli az adott játékosnak az észtermelését, és kettővel növeli ezt a populációt, ami azt jelenti, hogy itt elkezdenek bizonyos dolgok felmenni, lemenni. Ha több lapkát húzunk, akkor is egyet rakunk le, csak több közül választhatunk. A bevétel akció nagyon egyszerű, fogjuk a táblánkat, megnézzük, hogy milyen nyersanyag, nyersanyagból mennyi termelésünk, Ennyit most van négy építőanyag termelésünk, a négy építőanyagára egy, kapunk négy pénzt. Azért ez a, a későbbi körökben már ilyen 40-50-60-70-es bevételt is hozhat, tehát ez a négy, ez, ez szerintem egy extrém példa, de az mondjuk, hogy összeadjuk az összes nyersenyegtermelésünknek a piaci árát, és annyi pénzt kapunk. Szent Barbara akció. A Szent Barbara akcióhoz el kell költenünk egy pelikánt, azt nem eldobjuk, csak átfordítjuk a másik oldalra, és a sor 1 -es, 2 -es, 3 -es, 4 -es, 5 6 7 8 9 10 11 a sorban következőt megkapjuk a bónuszát, a felső részt. Itt most két presztist kapnánk, tehát azt csinálja a játékos, hogy kettővel a presztízs. A presztízsnek azon kívül, hogy győzelmi pontokat ad, több szerepe is van. Ha elérjük a hármas presztízst, akkor bárhova teszünk le ilyen plot foglalót, egy pénzbe kerül csak. Nem ötbe, nem annyiba, ami mellette van, csak egybe. És akkor még a Joker akciót majd elmondom, de az a lényeg, hogy a Joker akció presztízsbe kerül. A Joker akció effektíve azt jelenti, hogy leutánozhatjuk bármelyik akciónkat, viszont egy presztízsbe kerül. Viszont, ha elérjük a hat presztízst, akkor a Joker akció ingyen van. Tehát így néz ki a bányászat akció, így néz ki a bevétel akció, Szent Barbara. Elköltöttük a pelikánt, kapok két presztist és megfordítom. Két kártyát kijátszok. 2-2-2, kettő, 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 megint két akció, 2-2-2, kettő, 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 egy akció, 1-1-1, vége a körnek ha kell, ment az adó, bármi mozgatta az adózást, akkor adót fizetünk, ha már vannak bent praktíciusok a városi tanácsban, akkor győzelmi pontot kaphatunk, a zöld után, az épületeink mellett lévő középületek után, a fekete mindenkét lefordított pelikán után, az arany, hogyha minden, minden sorban van legalább egy bányán, az, a piros, akik pedig ugye a második kör után jön be, azért ad pontot, ahány sorunk le van szedve, oszlopunk le van szedve épületekből. És ezek után, ha mindezt megcsináltuk, jön a következő kör. A második kör után ugye bejönnek ezek a piros épületek is. Ha épületeket, ha ö, azt nem mutatom, hogy rajtszakciót right akciót csinálunk, menjünk vissza az elejére ha megveszem én ezt az épületet, akkor ez a kupac a sor végére kerül. Tehát itt is változnak az árak. Ugye az első sor egy pénzbe, egy engedélybe, ami azt jelenti, hogy négy pénz, két engedélybe vagy három engedélybe kerülnek. Tehát ott is változnak az árak. Ha veszünk egy típusú épületet, akkor az a stóc egyből a sor végére kerül. Az lesz a legdrágább, a többinek pedig csökken az ára. Vannak olyan hatások, amik a játék közben is győzelmi pontokat adnak nekünk. A győzelmi pont ez a, ez a, négy pénz szimbólum. Ha megnézitek, vannak olyan, vannak olyan középületek, azt hiszem, akkor lehet, hogy a pirosban vannak csak. Nem, itt van. Nézzétek csak. Ez a középület ad két győzelmi pontot. Vagy bányalapkák is vannak, amik adnak direkt be győzelmi pontot. De az a hogy ha vége a játéknak, akkor ki kell értékelnünk a kutnahóra táblát, és gyorsan összedobok nektek egy kis kutnahóra táblát. Most annyira nem is lényeges, hogy mi micsoda. Ugye ezeket jelöljük a különböző játékosok színeivel. És az a lényeg, hogy a kutnahóra, tehát a város úgy értékelődik, hogyha megnézitek, vannak szín, színeik az épületeknek. Ezeket itt is látjátok, és minden épületünk annyi pontot fog érni, ahány szomszédos hasonló pont van a táblán. Például a kéknek ez az épülete egy, kettő, három pontot fog érni, mert csak kék van rajta, és három szomszédos kék. A pirosnak ez az épülete érni fog egy pontot, mert maga a tábla szélén is vannak szimbólumok. Például... Ez a sárga épület egy pontot érne. Ez, ez viszont ez középület, tehát azt ne érdékeljük. Tehát így minden épületünket megnézzük, hogy mennyi hasonló, ugyanolyan színű pont van mellette, annyi ö, pontot kapnak. És utána jön a bánya. A bánya pedig úgy fog kinézni, itt is ugye rajta lesznek a játékosok bányász jelölői. A bánya pedig úgy fog kinézni, hogy minden sorban, ellenőriznünk kell, hogy összesen a sorban hány csillag van. Ha nullától öt csillag van, mondjuk itt a legfelső sorban egy csillag van, akkor az első helyzet játékos egy pontot, második kettő, harmadik nullát kap. Attól függ, hogy hány pontja van. A második sorban mondjuk itt, és itt számít az is, ami, ami ezeken a előre lerakott lapkákon volt, mondjuk itt, van összesen 1, 2, 3, 4, 5, 6 csillag. 6-tól 9-ig 3-at kap, akinek legtöbb csillag van, ez a kék játékos lesz 3-mal. 2 a második. Ugye, ha 10-nél több csillag van, akkor 5, 3 és 2 pont jár. Ezen kívül minden megmaradt, ez 20 pénz, 10 pénzenként jár egy pont, a hírnév, sáv is pontokat ad, ugye az épületek, a, a házak az egyből pontot ad, a hírnévsáv is pontot ad, és alapjában véve mindenféle maradvány dolgok. Tehát minden olyan épület, amit megvettünk right section és itt van a táblánk felett a játék végén, egy pontot ér. Minden plot jelölő, ami lent van a táblán, egy pontot ér, és minden fel nem használt pelikánunk egy pontot ér, és a játékot az a játékos nyeri, aki így a legtöbb győzelmi pontot gyűjtötte össze. Elpakolom a játékot, és mindjárt megkapja az értékelését, és elmondom róla a véleményemet is. Mennyire jön át a játék témája? Én erre a kutnahórának adok egy tízest, mert nekem határozottan egy olyan érzésem van, hogy alapjával az egész játékot a témára húzták fel. A Czech Games Edition, csehek a szerzők, Lokálpatriotizmus, hazai a téma, de én abszolút úgy érzem, hogy, hogy ők fogták Kutnahórának a történelmét, és erre húzták rá a játékot. Úgyhogy én ennek a játéknak az esetében azt mondom, ez nem egy egyedi dolog, de az ő esetében is azt mondom, hogy tökéletes szinkron van a játékmechanizmusok és a, a téma közt, és a téma abszolút hozzáad a játékélményhez. Tehát, hogyha valamilyen minimális szinten csak a szabálykönyvben, amik vannak, kis kis szösszenetek a városról, hogyha ezeket elolvassuk, már akkor is abszolút úgy érezhetjük, hogy, hogy bizony mi is azon tevékenykedünk, hogy Kutnahóra az a, az a nagyon gazdag és nagyon meghatározó középkori város legyen, ami a valóságban volt. Milyen a játék minősége? Én erre is adok egy tízest. Kiváló. Alapjába véve egy minimális különbség, Minőségkülönbség van az alkatrészek között, mint a legtöbb eset, játék esetében, itt is a kártyák ö, hátrányára, de itt nincs akkora különbség, hogy ez lehúzna nekem 9 a minőséget. Gyönyörű szépek a táblák, gyönyörű szépen a, a lapkák, ö, a, a kis jelölők, a bányász jelölők, is úristen hogy egy, egy rendes pici ö, melszobor, tehát nagyon-nagyon jó minőségű. Én nem mondom, hogy engem az abszolút nem érdekel, de nem tényező az, hogy újrahasznosított anyagokból készült, de aki, akinek ez számít, az tudjon róla, hogy és még apjával éve újra hasznosított anyagokból is készült. Milyen a játék megjelenése? Én erre is adok egy tízest. Egy nagyon egységes, a valós középkort tükröző megjelenése van a játéknak, nagyon igényesen, nagyon szépen van megcsinálva, nem, 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 azt mondom, hogy ne úgy képzeljétek el, hogy egy nagyon kiugró a grafika, de nagyon egységesen kiváló minőségű mindenen, a lapkákon, a kártyákon, a táblán, mindenen. Tanulhatóság, én erre adok a játéknak egy kilencest. Nem tökéletes, nem tízes, de, de, de több mint jó, könnyen tanulható a játék. Ugye ez az angol nyelvű verzió, még most már hozzáférhető a magyar nyelvű verzió is, de ennek az angol nyelvű verziónak jó a szabálykönyve. Egy-két dolog, úgy elsőre nem egyértelmű azt mondom, hogy talán nem a legjobban, de ezek minimális pici dolgok, ez szőszáhat hogy talán nem a legjobban van, nem a legjobb helyen van leírva, de magát a játékot nem néz meg a szabálykönyv nem bonyolult. Nem igazán vannak a játékban olyan speciális esetek, ami miatt elő kéne venni a szabálykönyvet, hogyha egyszer megtanultuk a játékot. Újrajátszhatóság. Én az újrajátszhatóságra is adok a játéknak egy 9-est. Alapjában nem volt két egyforma játékunk. Bányalapokból ugye egy kicsit több van, tehát a különböző céheknek, a céheknek csak négy épületük van, de alapjában véve nekünk nem volt olyan játékunk, hogy mindenki mind a négy épületet felhúzta volna, tehát mindig, mindig van opciónk, hogy mit építsünk fel. Alapjában éve más dolgok is befolyásolják azt a piacot, a nyersanyagpiacot, amivel, amit mi az épületen kell akarunk manipulálni, tehát törvé nem törvényszerűen kell nekünk minden épületet felhúzni, és abszolút nem mondám azt, hogy emiatt nem elég változatos a játék, de, de azért tökéletesnek sem mondhatnám, úgyhogy egy 9-es kap. Összetettség és stratégia, én erre adok a játéknak egy 9-est. Igazán alapjában van, van három nagyon domináns lehetőség arra, hogy pontokat szerezünk, a városnak az építése, a bányaépítése, és ez a legutolsó játékokban jött ki a megmaradt pénz. De alapjával véve, hogy hogy érjük el azt, hogy, hogy, hogy ezekből mi legyünk a dominásak, vagy melyikből akarunk dominásak lenni, mi döntjük el, és a patríciusok, ugye, akik minden kör végén adnak pontokat, a patríciusokkal pedig lehetőségünk van azért ebben, ebbe beleszólni, hogy, hogy, miért kapjunk esetleg plusz pontokat, vagy miért kapjunk pontokat, amiért amúgy nem járna pont. Tehát vannak lehetőségeink. Az akcióknál, tehát alapjában éve szerintem az összetettség stratégiának nagyon jót tesz ez a egy kártyán két akció van és ugye van egy Joker, ami eleinte elég drága dolog, de ha elég presztist összegyűjtünk, akkor már ingyenes. Úgyhogy, úgyhogy, szerintem vannak, vannak benne kiváló döntési lehetőségek. Subjektív játékélmény, én adok a játéknak egy tízest, én kimondottan egy jó játéknak tartom a kutnahórát, kimondottan élveztem be a játékot. Aztán majd az értékeli, a véleményemnél elmondom, hogy miért, de alapjában véve, amikor megkaptuk a játékot, nagyon sok mindenki azt mondta, hogy hát érdeke a véleményed, mert eddig mindenki azt mondta, hogy vagy nagyon jó, vagy az, hogy nagyon rossz. Hát nem tudom, hogy nagyon rossz. Én elfogadom, tehát ne esik. Abszolút mértékben elfogadom mások véleményét, csak én a személyes szubjektív tapasztalataim alapján nem igazán értem. Szerintem egy nagyon jó játék a kutnahóra. Nagyon egyedi mechanizmus kombinációkkal, ami egy nagyon egyedi játékélményt ad nekem nagyon bejött. Interakció. Igaz, hogy ez nem számít be az értékelésbe, de, de itt nagyon sokat gondolkoztam, hogy, hogy hova helyezem a játékot az interakciós skálán, és végül is én adok egy nyolcast, egy jót a Kutna Hórának. Igaz, hogy nincs benne nesze neked típusú interakció, viszont amúgy az egész játék Arról a gazdasági interakcióról szól, az egész játékra kihat az a gazdasági interakció, hogy te ezt a céget, tudod csak építeni de azt a céget, és amit csinálsz, ha több nyersanyagot biztosítasz, a piacra lefelmennek az árak, ez mindenki számára kedvező, mindenki profitál. És a cégeken kívül ez legjobban a bányászati technológia fejlesztésben nyilvánul meg, hogy ugye azt csak azok csinálhatják, akik tagjai aki tagja a bányászok cégének, de mindenki profitál be, hogy már nem egy lapot húzunk, és azt tesszük, hanem kettőt, és abból választunk egyet, vagy hármat, és abból választunk egyet. De az egész játék egy nagyon szórakoztató, és amúgy nagyon profi módon megcsinált gazdasági interakció. A hét kategória alapján, ami belszámít az értékelésbe, 9,57-et kap a játék, és ez fel, felkerekítve egy kiváló egy ötöst adok a játéknak. A Kutna Hóra egy nagyon jó játék szerintem. És kezdjük avval, hogy, hogy mennyire együtt élnek a mechanizmusok és a téma. A, a, gazdasági mechanizmus egyszerűen zseniális. Az, hogy nincsenek nyersanyagok, nyersanyagok árai vannak. Tehát bármilyen nyersanyagokat akarunk használni, építőanyagot, kaját, sört, ércet, engedélyeket, tehát okiratokat, nem, nem, ezeket a nyersanyagokat fogjuk megkapni, vagy befizetni utána, hanem ezeknek a nyersanyagoknak az aktuális piaci árát fogjuk kifizetni. És hogyha valamelyik játékos az adott céhet irányítva, valamelyik nyersanyag, lerak egy nyersanyagtermelő épületet, az adott nyersanyagnak csökkenni fog az ára. Ha a különböző hatásokra a játékban egyre több ember vándorol be, költözik kutnahórába, nő a kereslet, és egyre akkor elkezdenek emelkedni az árak. És ezt valami zseniálisan szimulálja a játék, és ez az egyik legalapvetőbb mechanizmus, hogy mit, hogyan, miért, mennyiért tudunk a játékban megkapni. De, de nem csak ez. Az akcióválasztási lehetőségünk ugye a kártyákkal, hogy minden kártyán két akció van, és ki kell kombinálnunk, hogy, hogy az adott körben mit tudunk csinálni. De magukat, ezeket az akciókat is azért van lehetőségünk módosítani. Tehát rengeteg lehetőség van a játékban, és, és nem egy hosszú, meglepő módon nem egy hosszú játék. Ahhoz képest, hogy milyen sok játékélményt nyújt, az én szubjektív élményem szerint, nem egy hosszú játék. Pörgős játék, nem igazán van holt idő még. Játszottunk, volt ezt a játékot ki tudtuk próbálni ketten és négyen is. És nem volt igazán az a nagyon nagy holt idő benne, két játékosnál meg aztán abszolút nincs. Egy pörgős, gyors, nem túl hosszú játék, és, és rengeteg-rengeteg játékélményt nyújt. Úgyhogy, hát abba, abba a kérdésbe, hogy ez egy nagyon jó vagy nagyon rossz játék, én a nagyon jó mellett tenném le a voksomat. Akik szeretik az euró típusú játékokat, akik szeretik az ilyen uh, tema tematikus játékokat, mert a Kutnahóra előtt teljesen tematikus játék. Akiket érdekel a történelm, akiket érdekel egy olyan játék, amiben a gazdasági dolgok, a nyersanyagok uh, nagyon reálisan is jól vannak kezelve, ugye ebbe a termelés kereslet kínálta, uh, vagy akik csak akarnak egy jót játszani, egy, egy, uh, egy tematikus check game szedíciós játéka, azoknak mindenképp ajánlom. Nem kell megijedni, én alapjában nem azt mondom, hogy teljesen kezdő, ez nem egy gateway játék, de alapjában olyan játékosoknak, akiknek nincs még nagyon nagy rutinja a gamer játékokban, azoknak is ajánlom a kutnahórát, mert nem egy bonyolult játék. Nagyon szépen köszönöm a mai figyelmeteket, Dudás Lajos vagyok, ez a kocka el van vetve, üdvözlöm a kedves nézőket, sziasztok! Köszönjük a a mai epizód elkészítésében nyújtott segítséget. A GameBiz társasjátékos webáruház nem csak kedvező árakkal és változatos kínálattal, hanem kiváló minőséggel és megbízható első osztályú szállítással is áll a rendelkezésedekre. A GameBiz Facebookos oldalán napi szinten követhetitek a bolt híreit, értesülhettek az újdonságokról, az esetleges akciókról.